Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézi vezérlés extra nézőit. Ezúttal szűk baráti körben fogunk beszélgetni. Attila természetesen itt van megint, és velünk Pásztor Pista, csatornánk állandó kézilabda szakkommentátora, aki velünk egyetemben elég régen járt a stúdióban kézilabda mérkőzés ürügyén, de reméljük, hogy előbb-utóbb ez az idő is eljön. Most viszont úgy gondoltuk, hogy annak az ideje mindenképpen eljött, hogy beszélgessünk egy jót aktuális kérdésekről. Annál is inkább, mert ugye neked nem tudom, hogy melyik a fő, meg melyik, de tulajdonképpen a főállásod ugye az a pénzügyőr klubjánál van. Az, hogy csak okosakat és jókat mondasz, az csak mellékállás nálunk a tévében, és zajlik az élet, ha már a pályán nem, akkor ugye a színfalak mögött, és ha jól tudom és jól hallottam, akkor elég komoly szakmai sikereket ért el a klub. Igen, úgy kezdődött, hogy 3,5 évvel ezelőtt kerültem a pénzügyőrhöz, mint szakmai igazgató, és hát főleg az volt a cél, hogy volt két külön szakosztály, hogy egy kicsit nem is volt annyira jóban a két szakág, abból kellett csinálni egyet, átszervezést, és hát ilyen deklarálva lett, hogy utánpótlás, nevelés, fejlesztés, edzőt is kellett hozni, volt olyan, akitől megváltunk, és az évek során egy része nem az én érdemem, mert fiatal, volt egy fiatal tehetséges fiútársaság, akit az egyik kollega hozott oda, meg ott voltak olyan edzők már, mint az Erdős Éva, a Krammer Mária, aki a Fradiból, a Hang Györgyi, mint kapusedző, tehát olyanok, akiknek már nevük van, és jó szakemberek, és akkor ezt kellett egy kicsit összefogni, és ebben egy olyat csinálni, ami most elért egy olyan szintre, ami hát nekünk itt a klub életében zajos siker. Soha nem volt még igazából a női serdülő előtt, aki már 2 éve első osztályú, soha nem volt első osztályú utánpótlás csapatunk, és most idén a tegnapi besorolások alapján a női ifi is az lett, a férfi serdülő is az lett, és tervezzük, hogy az U15 fiúkat is mindenképpen, az U14 még kérdéses, hogy első osztályba induljanak, és ez egy nagyon-nagyon jót tesz az egyesületnek. Persze ebben vannak, még majd beszélgetünk róla, ebben van más egyesületnek is érdeme, meg olyan együttműködések vannak, ami ezt elősegítette, de maga dicséret ez az edzői stábnak mindenképpen, meg a klubnak. Na hát ez óriási gratula, és ez nyilván szakmai berkekben ez nagy tetszést is arat. Na most egy kicsit kijebb nézzünk mondjuk a szurkolók felé, akkor ez jelentheti azt, hogy a közeljövőben akár a felnőtt csapat is megcélozhat ilyen... Ugye ebben a Csonka bajnokságban második helyen végzett a női felnőtt csapat az NB1B-ben, úgyhogy nagyon sokáig szorongatta az Egert, de én azt mondom egyelőre alkalmas csarnok hiány, meg aránylag kevés terem lehetőséggel, azt mindig a határon vagyunk, hogy mennyi helyünk van, hogy itt még építkezzünk 1-2 évet, és akkor utána majd meglátjuk, hogy meg egyáltalán most a bizonytalan anyagi helyzet, az elmaradó szponzori pénzek, tehát mind-mind még a TAO-s támogatások összegyűjtése is nehéz feladat most, tehát most inkább a stabil dolgokra próbálunk meg ezeket megtartani. Tehát azért az első osztályú tagságokat meg is kell őrizni majd. Mindenesetre én drukkolok nektek, mert ha jól követtem az eseményeket, ez valamennyire a Sparinak az utódja ez a... Úgy volt, hogy hát azt most pontosan meg nem mondom, 8-10 évvel ezelőtt, amikor a Spari annyira bajban volt, akkor ott köttetett a pénzügyőr sportegyesület egy megállapodás, és a női felnőtt csapat átkerült a pénzügyőr neve alá, és ott futott egy ideig, ugye, mint pénzügyőr utód csapat. Volt egy időben Spartacus pénzügyőr is, azt hiszem így közös névvel, de hát ugye azóta már önálló egyesületté kinőtte magát, és mondjuk azt meg kell említenem, nagyon sokat köszönhetünk a Fradinak. A Fradival való együttműködésünk az elég példaértékű, több ügyes gyerek ment át hozzájuk, nagyon sokan jönnek onnan, ugye ott minden évben nagy a rosta, hozzák mindig az ügyes gyerekeket szinte minden korosztályban,
és mi azoknak, akik már oda mondjuk erre az akadémiai szintre, ami most van, nem férnek be, de hozzánk még egyértelmű, mert valamilyen minőségileg egy kicsit alacsonyabb szinten vagyunk, ennek nagyon jó, hogy így a felvevő piaca vagyunk. Mondhatnám azt, hogy mondjuk lehetünk most már a több első osztályú csapat egy utolsó lépcsőfoka az akadémiai szintnek, ami ugye a legmagasabb most jelenleg, ha minden igaz, Magyarországon. De ti kapcsolódtok ebbe az akadémiai rendszerbe is? Nem tudunk, nyilván, tehát ez egy fix dolog, de hogyha esetleg sor kerül majd arra, amiben én bízom, hogy az akadémiáknak lesz egy ilyen al-akadémiai változata is, mert valahol az akadémiáknak ki kellene alakítani majd egy utánpótlás rendszert, mert hogyha a TAO rendszerrel, vagy a TAO támogatásokkal gond van, vagy akár a finanszírozással, ugye az akadémiák állami pénzből működnek, akkor a többi egyesületnek egyre szűkebb lehetősége lesz. Tehát szerintem ezt az akadémiai rendszert valószínűleg egy idő után bővíteni kell, hogyha azt akarják, hogy megfelelő mennyiségű utánpótlás legyen a sportban. Egyébként készültem... Ja, mondd csak! Mindenesetre hajrá, Spari pénzügyőr! Egyébként azt jutott eszembe, hogy így mondtad, hogy a Fradi mennyit segít nektek, hogy mennyit változik a világ, mert ugye én a Spartakuszban nevelkedtem, és akkor az ősi ellenség az a Fradi volt. Így van. Hiszen ugye itt a Népliget két oldalán elhelyezkedő szomszédvár volt, és hát... az időben ugye mind a két csapat a férfiaknál is, meg a lányoknál is nagyon vetélkedett egymással. És akkor még beékelődött oda közétek az építők. Hát az már később volt, meg a nőknél csak. Igen. De a fiúknál ez az egy vérre menő derbi volt. Úgyhogy hát ennyit változott az élet. A Spartakuszt lesöpörték a színről. Igen. Egyébként segít a közelség, tehát a földrajzi közelség nagyon sokat, meg hát mind a két klub zöld-fehér. Abszolút. Készültem egy olyan merénylettel, hogy mint a kézilabdában jártas emberek vagytok, meg sokat foglalkoztok vele, hogy tudtok-e olyan legalább három klubot Magyarországon, ahol egyesületet, amelyik egy gazdasági egység, vagy szervezet, és női és férfi szakág is van kézilabdában. És NB1-es klubnak kell lennie? Vagy? Nem feltétlen, de az nem árt, mert az, amíg lehet fokozni, hogy van női és férfi első osztály utánpótlás egyesülete, vagy csapata is. Hát a Fradi nyilván. Igen, a pénzügyőr nyilván. Igen, a pénzügyőr. Én gondolom, már sok nincsen. És tudtok-e még? Ez az. Hát ahogy felteszed a kérdést, valószínűleg. Nem tudom. Hát érdekes. A Krémben volt a kezdeményezés nemrég még, ugye a női csapat, de az már nincsen. De az nem is, az egyáltalán nem egy klub volt. Igen, a Győrnek volt tulajdonképpen a második csapat egy időben, amelyik a Veszprém néven futott. Úgyhogy egyáltalán nincs. A Dunajváros volt ilyen, valamennyire. Győrben is volt egy időben. Debrecenben is volt egy időben, de az is inkább két külön szervezeti egység volt. Kapályán is volt egy időben. Így van, de ilyen jelenleg Magyarországon, hogy férfi-női szakág, és aránylag nagy létszámmal és sikeres, és ilyen egyáltalán nincs a Fradin kívül, meg rajtunk kívül. És ez hosszú távon működtethető modell? Tehát nem megy az egyik a másik kárára? Most jelenleg abból a szempontból szerencsés, hogy a női csapat ugye másodosztályú, és ez vonatkozik az egész klubra is. Tehát így a fiúkat is rántja magával, mondjuk, hogyha azt kell nézni, hogy milyen besorolást kap a szövetség felől. De viszont abban a szempontból meg sokat segít, hogy a létszám az egyben számít. Tehát a fiú női, hiába csak a nőinek a státusza van meg. Jó, akkor most már csak egyet mondj meg, és akkor aztán tovább lépünk, hogy neked személy szerint inkább klubvezetői, vagy esetleg edzői ambícióid vannak hosszú távon. Mert azért ugye az utóbbit is gyakorlod, most egyszerre csend, hogy te már ezt eldöntötted magadban, hogy merre tovább? Nagyon, nagyon nem. És ez ismét felmerült a közelmúltban, több hát megkeresés, vagy ötlet jött felém, és az egyik az tisztán edzői volt,
nagyon-nagyon nehéz eldöntenem. Én nagyon szeretem azt, pláne most, hogy látom értelmét, amit eddig csináltam itt a pénzügyőrnél, meg amit együtt csináltunk az edzőkkel, meg úgy az egész klubirodával, mindenkivel. És ez egy hosszú távú dolog, ugye az edzői az egy kicsit rövidebb, mert ott már egy éven belül is vannak eredmények, amire büszke lehetsz, de mondjuk 2 év alatt azért kijön az, amit te dolgozol egy klubban, vagy egy klubvezető lehet, hogy 3-4 évig dolgozik, mire látja az értelmét. Én csak és az egyik ezért szép, a másik az... Kegyeznék meg, hogy a klubvezető az elég gyakran elküldi az edzőt, az edző sokkal küldi el a klubvezetőt, tehát fordítva nem... Kicsit biztosabb állásnak tűnik a klubvezető így kívülre ránézve az egészre. Egyrészt igen, viszont egy edző a tapasztalatom szerint, legalábbis én ismerek több olyan jó edzőt, aki már nagyon sokszor megbukott, és még mindig kap jó ajánlatot. Egy klubvezető 2-szer megbukik maximum, ott már nem nagyon, mert ott nagyon nagy pénzekről, meg nagyon nagy anyagiakról van szó, és azt nem hiszem, hogy többször meg lehet bukni. Értem. Hát akkor ez majd az idő. Főleg, hogyha börtönbe megy. Úgy bukik meg. Arról nem is beszélve, igen. Azt nagyon nehéz megugrani, mert azért ismerünk egy-két sztorit, olyat nem nagyon, aki börtönbe ment volna, pedig hát... Na mindegy. Egyébként, bocsánat, még annyit akarnék csak erről mondani, és tényleg ezt jöhet a kézilabda a veleje, hogy abszolút ezt az alulról építkezést választottuk, főleg a fiúknál, és ezért van az például, hogy most hiába az első osztályú serdülő fiúk mellett a harmadosztályú ifi csapatunk van még, de őket ugye toljuk egyre följebb, és abból próbálunk majd felnőtt mezőnyben is egyre följebb kerülni, meg igazából mindenki megérti azt nálunk, edzők, gyerekek, játékosok, hogy főleg a körülményekre alapozunk. Tehát a minden körülmény legyen tökéletes, van egy kitűnő erőléti edzőnk, a Pozsonyi Zsolt, aki az erőléti képzést is megalkotta itt a Marcinka Zolival az MKS-nél, pszichológus, 2 gyógytornász, kapusedzők, meg nagyon jó szakemberek. Tehát igyekszünk főleg a feltételeket, és utána szerintem húzza magával a többit. Na hát akkor tényleg sok sikert, aztán tényleg majd az idő eldönti, vagy te eldöntöd, hogy merre tovább. Nyilván a kettőt egyszerre nem lehet csinálni, tehát az biztos nem, hogy előbb-utóbb le kell tenni a voksodat valahova. Egyértelmű. Hát most az ifi válogatott mellett a másodedzőség az egyelőre teljesen belefér, és nagyon élvezem pont emiatt, mert valamennyi edzői ambícióimat kielégít. Érvelek még egyet a klubvezetőség mellett, hogyha edzősködsz, akkor hétvégén te nem hozzánk fogsz járni szakkommentátorkodni. Ez igaz. Klubvezetőként viszont sokkal több meccsen járok, vagy szakmai igazgatóként, mint bármelyik edző. Igen, de ezt... akkor mondhatod, nem, hogy... De választhatom, hogy melyiket. Egy, na jó. De azért figyelj, hogyha egyszerre vagy mind a kettő, az se rossz, mert akkor saját magadat nem fogod kirúgni. Ezt akartam. Láttam már ilyet is. Na jó, beszéljünk egy kicsit a kézilabda általános aktuális ügyeiről, ha már így összejöttünk, akkor kezdjük ezzel a legutóbb, nem is tudom, hogy ez híre, vagy csak egy unatkozó újságíró megkérdezett gyorsan néhány edzőt, minden esetre ugye felkapta a Nemzeti Sport, és az ott a téma, hogy most akkor mi legyen ezzel a 7-6 elleni játékkal, amit már szinte elfogadunk természetesnek, vagy látjuk, és most hirtelen azt hallani, olvasni, hogy a edzők 90%-a ezt nagyon nem szereti és nem szeretné. Ez olyan furcsa, vagy szerintetek ez most csak a nagy holt idényben egy hír, hogy beszéljünk már valamiről? Hát szerintem, ha megkérdezték volna az edzőket bármikor, akkor hasonlóan azt mondták volna, hogy ez nem jó ötlet. De általában az a helyzet az IHF-nél, hogy nem nagyon szokták az edzőket megkérdezni, amikor szabályokat módosítanak, vagy újdonságokat vezetnek be a játékba, pedig talán az edzők azok, akik a leginkább érdekesek lennének ebből a szempontból. Én egyáltalán nem vagyok meglepve a tekintetben, hogy az edzőknek a nagy része ezt nem annyira kedveli. Én szerintem most már ez így elindult, most már nem érdemes kivezetni, mert most már végül is integráns része lett a játéknak, de tényleg lehet azért esetleg valamilyen módon kordába tartani. Ugye itt volt olyan vélemény, hogy
hogy időkorlát legyen, azt hiszem pont a Gulyás Pista javasolta ezt. De valójában azért szerintem a legfontosabb adat az, az volt, amit talán a Juhász Pista nyilatkozott, hogy megnézték a 19-es világbajnokságnak a mérkőzését, 96 mérkőzésen, hogy hány goloknak hány százaléka esett 7-6 elleni játékból, és ez 3,5% volt a góloknak csak. Tehát nagyjából úgy volt, hogy nem egészen két gól meccsenként, ha jól emlékszem. És egyébként a 7-6 elleni támadásoknak a hatékonysága az 48% volt, ha jól emlékszem a számokra, úgy, hogy az általános hatékonysága a támadásoknak az 57. Tehát gyakorlatilag 7-6 ellen kevesebb eredményes akció van, mint 6-6 ellen. Úgyhogy ez azért azt mutatja, hogy sokat beszélünk erről, meg úgy ott van a levegőbe, de igazából nem olyan nagyon befolyásolja a játékot, mert most 3-4% góloknak, hát az nem egy nagy dolog. Egyrészt ebben teljesen igazad van, hogy a statisztikák előbb-utóbb helyreállítják a világrendjét. A másik pedig, ehhez hozzátennék egy esetleg másik bevezetendő szabályt, ami már többször felmerült, a támadóidő. Most egy jól megválasztott támadóidő alapvetően tökéletesen befolyásolná a 7-6 elleni játéknak a használhatóságát, mert ugye amíg a kapus lejön, fölmegy, újra lejön a mezőnyjátékos, visszamegy a kapus, az elvesz annyit a támadó időből, hogy majdnem okafogyottá válik, tehát nem lehet mondjuk egy 50 másodpercig, 1 percig például a 6 passzos passzívval nem lehet addig játszani, mint ebben az esetben. Tehát hogyha az bejönne, ami egyébként nekem nagyon tetszik ez a támadó idős ötlet, akkor ez a 7-6 elleni játék is egy kicsit elsüllyed. Számomra ez teljesen érthetetlen, mert én már lassan nem tudok olyan emberrel beszélni, vagy olyan ember véleményét hallgatni, akinek nem tetszene a támadóidő, és mégsem történik semmi, és ez gyakorlatilag ez 20 éve téma, és teljesen érthetetlen számomra, hogy miért nincsenek gyakorlati lépések, legalább egy igazi próba, egy világversenyen, vagy egy utánpótlás világversenyen. Valami volt egyébként, valami régen. Egyébként régen a szovjet bajnokságban volt támadó idő. Miért olyan bonyolult ezt legalább megpróbálni egyszer? Ez nem. Szintén szólva, én nem annyira hiszek benne, hogy ez jót tenne a kézilabdának, mert egy picit átmenne olyan játékba, mint a kosárlabda, hogy fölmegyünk, eldobáljuk a labdát, futunk vissza, és egy ilyen ide-oda rohangálás lesz. De a jól megválasztott támadóidő. Tehát azért meg lehetne jól választani azt a támadóidőt, hogy ne legyen rohangálás. Viszont a gyors játékot mindenki imádja meg a pörgős, változatos játékot. Hát persze, csak azért az nem ugyanaz, hogy rohangálunk egyik kaputól a másikig, és ami a kezünk ügyébe esik, azt eldobáljuk. Mert a kézilabdának ugye van egy olyan taktikai háttere, ami szerintem megkülönbözteti a kosárlabdától például, hogy sokkal több a hosszú lefolyású játék, és nagyobb tere van azért az edzők közötti taktikai. Na de ez hogy össze a támadóidő bevezetésével a bírók szubjektív megítélését kéne megszüntetni, hogy mikor érzik úgy, hogy most már tényleg annyira uncsi, hogy passzív. Hát igen, csak a támadóidő, ha viszont bevezeted, akkor az azt jelenti, hogy akkor 30 másodpercig akármit csinálsz, ha egy helyben állsz és faktorozol a lap, akkor ez, is ad a lap. Ne haragudj, Attila, de ez már többször szóba került, és én mindig hozzátettem, hogy ez úgy lehetséges csak, hogy a hátrafelé passzok, hogy konkrétan meghatározni, hogy bizonyos passzivitás esetén igenis lehet elvenni a labdát. Hát a mostani 6 passzosnál sem csinálhatsz azt, hogy hátrafelé passzolsz, az első hátrapassz után el kell venni a labdát, mert nem, nincs kapuratörés. Nyilván, de azért az egy extrém passzív dolog, hogy hátrafelé passzolsz. Lehet úgy ölni az időt, hogy passzolgatsz, úgy teszel, minthogyha, és akkor de tulajdonképpen... De ez most is lehet, nem? Hát most is. Hát most is lehet, de most azért, mivel nincs támadó idő, az utolsó támadásnál mondjuk, ha 2-3 passz van, és nem mész a kapu felé, akkor fölteszik a kezüket. De most gondolj bele, mi a különbség, ha fölteszik a kezüket. Van 6 átadás. Te is tudod szerintem, hogy 20-25 másodpercet simán le lehet játszani, még többet is a 6 átadásra, mert egyszerűen nem adja le a labdát, hanem kezdeményez egy betörést például, vagy egy áttörést.
Semmi nem, tehát igazából... Az, hogy jól ki kell találni, tehát szóval nincs vita, hogy vannak buktatói, meg nem olyan egyszerű ez, hogy így holnap, de azt szerintem a törekvést, azt muszáj lenne véghez vinni, hogy ne két ember pillanatnyi lelkiállapotán meg izén múljon, hogy na most már fölemeljük a kezünket. Hát, vagy egyébből nem is beszélve. Igen. A lelkiállapotnak sok tényezője van. De egy picit azért hadd védjem meg a játékvezetőket, mert szerintem a játékvezetés a kézilabdában az egy nagyon integráns része a dolognak. Sokat szígyük őket, meg tévednek, meg minden, de azért az úgy nagyon hozzátartozik, és hogyha olyan szabályokat vezetünk be, ami elveszi a játékvezetőknek a döntési jogköreit, akkor áthessetünk abba a hibába, ami például a fociban van manapság, hogy a partjelző már nem int lest, mert majd megnézik a váron, vagy a teniszben, hogy óriási autókat nem mond be a vonalbíró, mert majd megnézik a sólyomszemen, inkább nem vállal kockázatot. Tehát a játékvezetőnek az a szép a kézilabdában, hogy ott van a játékvezető, lehet szídni, tévedhet, de kétségtelen, hogy talán a passzív játéknál lehetne valami újdonságokat kitalálni. Na jó, meglátjuk, hogy lesz. Én kíváncsi vagyok, hogy lesz ennek az egésznek folytatása. Mondjuk ez pont nem a passzív játékról szólt, ugye, hanem a 7-6 elleni Igen. játékról, de szerintem ez sokkal végetőbb kérdés. Na, még egyébként ebbe a témába a Matkének az ötletét azt én nagyon támogatom. Ugye, hogy mint a kosárlabdába, hogy bizonyos távolságból szerzett gól, az kell érne. Azt mondta, hogy 10 méterről legyen két pontot érő gól. Így van. Hát ez, szerintem ez változtatna a játékon, mert akkor azért lehet, hogy lenne duroktatás messziről is. Jó, de én szerintem is minden újításnak lehet értelme, ki kell próbálni, végig kell gondolni, aztán megnézni. Na jó, maradjunk most a realitások talaján, illetve inkább az aktualitásoknál. Pista, két dologról a te véleményedet még nem hallottuk, az egyik, hogy mit szólsz ez a Final Fourhoz, ami nem lesz, a női. Ez, és aztán egy kicsit a BL, a fiú lány BL sorsolásról is beszélgessünk. Nincs sok idő, úgyhogy... Ez egy mondatban nekem annyi, úgy tűnik ez a női BL, hogy hasonló, mint a Magyar Szövetség döntése az elmúlt bajnokságról. Ez volt a legegyszerűbb, hogy olyan, mintha nem létezne. Most nyilván nem... Azt gondolom, vagy nem tudom, hogy nem volt a versenynaptárban idő selejtezőkhöz, de ha selejtezőket kellett volna rendezni ahhoz, hogy az oroszok ott legyenek, a főszponzor ugye kihátrált volna, nem tudtak mit tenni, ha jól mondom ezeket így sorrendben, nem tudtak mit tenni, ezért akkor meg sem történt, és akkor mindenki rendben van. Míg el nem felejtem, nem adhatom ki a... forrásaim, de hallottam még valamit. Múltkor az Attilával ugye találgattunk, hogy vajon mi lehet a háttérben, és hát volt egy olyan konteónk, hogy hát a főszponzorral, a Delóval nem akartak ugye bajuszt akasztani, hogy most akkor a Rostov nincs ott, ez milyen ciki, inkább ne is legyen Final Four, és akkor stb. Na, még ráadásul azt hallottam, hogy az is a deal része volt, vagy lehetett, hogy az orosz szövetség elnöke cserébe nem indul az EHF elnöki pozíciójáért a következő választáson, ami állítólag elég erőteljesen terve volt véve egyébként. Hát ilyeneket csiripelnek a madarak. Attila? Hát nem vagyok egy nagy fennye Viderernek, de azért valószínűleg, hogy az orosz elnök az nem lett volna olyan nagyon jó, így ismeretlenül is mondom, hogy... Talán kerülni kéne, hogy az oroszok kezébe kerüljön az EHF. Igen, sikerült. Mindenesetre azért azt tudjuk, hogy minden regnáló elnök meg főtitkár azért azt imádja, ha nincs kihívója. Tehát ha egyedül indul egy versenyen, akkor azért nincs rizikó. Igen, akkor megválasztják. Igen, akkor elég nagy valószínűséggel megválasztják. Na úgyhogy mindegy, mi azért ennek nem örülünk, mert most itt elnevetgélünk, de hát ez egy akkora show és akkora esemény, és akkora realitása van a magyar sikernek, mint az elmúlt években ugye láttuk, hogy a csatornánknak is nagy érvágás, ezt is tegyük hozzá, hiszen nálunk ez az év egyik fénypontja, úgyhogy azért elég szomorú szívvel vesszük tudomásul, hogy nem lesz, és csak reménykedünk abban, hogy férfi Final Four meg lesz. Adi,
ami elég érdekes időpontban van, és azért a versenynaptárba oda beilleszteni, fú, ez nem játékos barát, maradjunk ennyiben. Tehát egy BL sorozat után, válogatott felkészülések alatt, konkrétan azok a játékosok, akik ott szerepelnek, már pedig az mindegyik válogatott játékos, és szinte mindegyik ott lesz a világbajnokságon, azok a saját válogatottják a, szerintem jó esetben, hogyha megkapják a pihenést a munka után, meg regenerációt, akkor 5-6 napot fognak együtt készülni. Lehet, hogy sokat mondtam a hattal, tehát azért az egy brutális dolog lesz úgy. Nézzük a pozitív oldalát, a magyar válogatott gyakorlatilag kompletten tud majd készülni a BL Final Four alatt, tulajdonképpen csak a Lékai, igen. Meg a Székely Marci nem lesz ott. Így van. Na, szerintem a BL sorsolásban ne folyunk bele, mert kevés időnk van, és úgyis majd meglátjuk, hogy hogy lesz. Viszont akkor egy pici játék a végére. Ugye zajlik ez a kézise szavazás éppen, ugye a nőin már túl vagyunk, Gódorné Nagy Marian lett minden idők legjobb magyar kézilabdázója az egykori szövetségi kapitányok alapján, és éppen zajlik ugyanez a férfiaknál. Na, mit gond, van-e tippetek, hogy ki lesz a befutó? Hát, ki lesz a befutó, arra nincs tippem, de ha engem kérdezel, hogy ki a legjobb magyar kézilabdázó, na, akkor téged kérdezlek, hogy ki a legjobb magyar kézilabdázó. Az a Kovács Péter. Én nem tudom, hogy ki a legjobb magyar kézilabdázó, mert egyébként nem tudnám eldönteni. Az Éles Józsi és a Kovács Péter között. Az, hogy ki lesz a befutó, azt nem tudom megtippelni, de én kettő közül azért nehezen választanék. Mind a kettő korszakos zseni volt, és külön idő. Nagy Laci nem fog beleszólni szerintetek ebbe a csatába, ebbe az Éles Kovács Péter csatába? Beleszólhat, de azért összességében az egész pályafutást tekintve szerintem a Péter az egyértelműen a leg... Igen. Meg hát, magyar kézilabdázó. Hát meg azért a Lacival kapcsolatban, tehát itt főleg a magyar nemzeti érdekek van szó, meg a válogatott. Tehát az előzőnél is úgy súlyozták, hogy a válogatottságbeli érdemek azok elsődlegesek, és ami az szerintem normális is egy ilyen helyzetben, és azért ebből a szempontból Laci egy kicsit hátrányban van. Na jó, hát majd meglátjuk minden esetre. Érdekes volt a női verseny is, biztos, hogy érdekes lesz a férfi. Én az egyben reménykedek, hogy a nőkkel ellentétben az első tízben legalább egy szélsőt azért találnak. Az felháborító volt, szerintem. Hát beálló sem. A legjobb magyar női kézilabdázó között nem volt szélsőjátékos, ez egy abszolút diszkrimináció. Egyébként érdekes szerintem, itt a férfiaknál több kapus lesz. Istenem. Igen, egyébként szörnyű dolog, de több kapus lesz, és emiatt lehet, hogy megint nem fog beférni szélső. Sajnos. Hát, ez van. Kíváncsi leszek, de... Kíváncsi? Ez elszólás volt, hogy kíváncsi. Esetre, ha nem lesz, akkor csinálunk egy külön hírességek csarnokát a kézilabdázó szélsőknek. Jó, benne vagyok. Rendben. Beszavazlak. De egyébként azt nem értem, hogy oké, megvan ez az első tíz, de úgy nem lehet, mint az NFL-ben, hogy időközönként választják a hírességek bieket? Tehát az miért nem lehet? Akkor valamikor beférnénk az 50. után, vagy nem tudom én. De egyébként az NFL-ben azt hiszem úgy van, hogy 5 évig a pályafutásod befejezése után 5 év lehet csak kandidálni. Ti mi már benne vagyunk. Na majd bevezetjük újításként. Köszönöm szépen, srácok, ez volt a kézivezérlés extra. Pista, köszi, hogy velünk voltál. Tényleg most már remélem, hogy hamarosan a stúdióban tudunk ilyen körben kézilabda meccs ürügyén beszélgetni. Addig is pihenjetek, jól élvezzétek a nyarat. Önöknek a figyelmet köszönjük. Jövünk a jövő héten is majd kézivezérlés extrával. Viszontlátásra!